Egyre feszültebb a helyzet az amerikai elnök és az internetes óriás cégek között. Donald Trump nemrégiben kedvenc kommunikációs csatornájával is összetűzésbe keveredett, mert az hamisnak nevezte egyik bejegyzését, egy másikat pedig letiltott. A nagy kérdés most az Egyesült Államokban az, hogy sikerül-e megregulázni a technológiai nagyvállalatokat és korlátozni a hatalmukat. Nálunk sem ismeretlen fogalom egyébként a nagy közösségi oldalak cenzúrája. A közmédia vezető külpolitikai újságírója a vendégünk, Bende Balást, Titanilla kérdezi. Így van, jó reggelt, szervusz Balázs. Jó reggelt kívánok. Ugye kétféle vonalon vagy szálon fut ez a történet. Ugye itt van Donald Trump, az amerikai elnök, akinek például több bejegyzését is cenzúrázta a Twitter, az egyiket le is tiltotta. Trump és a körülötte lévők azt mondják, hogy az nem lehet, hogy a közösségi média nem jelenít meg egyes véleményeket azért, mert politikailag esetleg az valakinek nem felel meg. És itt van ugye a másik oldal, aki azt mondja, hogy fel kell lépni a gyűlöletbeszéd ellen. Na most hol végződik a szólásszabadság, és hol kezdődik a gyűlöletbeszéd, vagy ezt valóan egész máshonnan kell megközelíteni? Ez egy nagyon régóta húzódó vita. Azt hiszem, hogy nagyon sok társadalomban jogtudósok, marketingesek, kommunikációs szakértők nagyon régóta, és jogvédők persze, nagyon régóta foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Itt egy dolgot kell figyelni, ami nagyon-nagyon érdekes, és sokak számára talán nem is volt feltétlenül ismert tény. Hogyha megnézzük, akkor ebben az esetben, amiről most itt szó van, hogy 300 nagy hirdető, óriás vállalat azt mondta, hogy amennyiben a különböző közösségi médiumok nem cenzúráznak, nem, ők sem nagyon használtak más fogalmat, nem törlik ki a nekik nem tetsző, vagy szerintük nem PC, vagy szerintük esetleg sértőnek tartható tartalmakat, akkor kivonják a reklámokat. Most először egy 30 napos ilyen ultimátumot adtak, hogy 30 napra kivonják a reklámokat. Ebből élnek ezek a cégek, ez egy óriási érvágás. Itt a következő a nagyon fontos megjegyezni való, nem jogtudósok, nem politikai szervezetek, nem vallási szervezetek, nem jogvédők. Profit-orientált cégek úgy döntöttek, hogy majd ők megmondják, mi a szólásszabadság. Igen, ugye ki mondja meg, hogy mi jelenhet meg innentől. Igen, és tulajdonképpen, ugye sokat beszéltünk arról, hogy a Facebook felállított egy legfelsőbb bíróságot, igen, egy elméletileg független testületet, amely majd ugye megmondja különböző nagy tekintélyű embereknek a közreműködésével, megmondja, hogy mi számít sértőtartalomnak. Úgyhogy én már Zuckerberg azt mondta, hogy ők nem törölnek semmit, és nem nézik meg, hogy ami ott megjelenik, és valaki kiírja annak mi a tartalma, mert ők nem tartalomszolgáltatók, ők egy felület. Így van, de ettől függetlenül ugye ott mondják, hogy van ez a független testület. Na most ez a független testület bármennyire szeretné magát függetlennek felállítani, vagy mutatni, persze érdekes, nem az. A névsora. A névsorból érezhető, hiszen Sajó András is közöttük van, ha csak a magyar jelöltet, vagy a magyar tagot nézzük, aki a CEU alapító dékánya volt, Gyurcsány Ferenc bizalmasaként tartják számon. De ha nem csak ezt nézzük, hogy emiatt nem lehet független, jelenség miatt, hiszen a cégek fogják megmondani, hogy ezek a független bírók milyen keretek között mozoghatnak. Ha a cégnek nem tetszik ez a keret, szűkíteni szeretné, akkor ír egy levelet, hogy ha nem így történik, akkor kiveszem a reklámokat. Tehát megint nem ott tartunk, hogy a valódi politikai korrektség, amiről órákat lehetne beszélni, a sértő, nem kívánt tartalom, a valódi morális egészség és egyensúly az, ami meghatározza a szólásszabadságot, hanem cégek érdeke. És ami nagyon fontos még, az az időzítés. Évek óta létezik egyébként a közösségi médiákban az úgynevezett tartalom korlátozás. De eddig ilyen nagy mértékű nem volt. Megkérdezném finoman, hogy de miért most? Egyrészt ugye elnökválasztás van, ahogy Georg Spötle is említette, ez az Egyesült Államokban most, főleg a koronavírus járvány miatt az interneten, a kibertérben zajlik, a közösségi médiákon zajlik. Látunk erre példát már az előző, amikor ugye az előző elnökválasztás, ugye ott is felmerült, hogy a Facebook korlátozott olyan tartalmakat, amelyek Donald Trumpot
támogatták volna, és ugye vele szemben inkább a Hillary Clintonnal kapcsolatos pozitív hírek jelentek. Így van, most csináltak egy ilyen álmegoldást, hogy ők nem fogják leszedni a tartalmat, de mellé tesznek egy megjegyzést, hogy szerintük ez álhír vagy hazugság, és oda tesznek egy linket, hogy szerintünk ez az igazság. És akkor az emberek valószínűleg, akik elhiszik, és megnézik azt a tartalmat, ami a Facebook véleményirányítói független bizottsága szerint valóságnak tekinthető. A másik probléma ezzel, hogy a fősodratú normális körülmények között igen liberális világsajtó köztük a magyar sajtó is olyan mély csendben ül az elképesztő cenzúra láttán, vagy ennek a szándéka felvetése láttán, hogy az valami észreszelt. Elnézést, én újságíróként alig látok olyan cikkeket a fősodratú sajtóban, akár Magyarországon is, főleg a Soros hálózatnak a különböző portáljai, akik rettenetesen aggódtak azért, hogy a koronavírus járvány kapcsán kihirdetett veszélyhelyzet idején nem szabad hazudni, nem szabad rémhíreket terjeszteni. Úristen, ez a demokrácia lábbal tiprása, hogy nem szabad rémhíreket terjeszteni. Most, amikor nem szabad szabadon véleményt formálni, mindenki rendben van ezzel. Azért ezt a kettős mércét én egy kicsit megpiszkálnám az újságírói szempontból is, meg jogtudós és jogvédő szempontból is, hogy azért ezt a részét is nézzük meg a politikai korrektségnek. Ha itt a nagyvállalatok szempontjait nézem, akkor ők merre szeretnék ezt elvinni? Tehát nekik mi a céljuk azon túl? Tehát ők milyen véleményeket látnának szívesen? A tapasztalatok azt mutatják, hogy általában az amerikai nagyvállalatok, akik mögött pénz van, és akik pénzzel is rendelkeznek, legtöbb esetben a demokrata párti képviselők, illetve a demokrata párti elnökjelöltek oldalán szeretnek, hogy mondjam, fogsot letenni. És az így ez a globalista? Egyrészt igen, tehát akik a legkevésbé korlátozzák az ő tevékenységüket, akár a fogyasztók kárára is, egyrészt, másrészt őket könnyebb. Megmondom miért. Nagyon sok esetben a demokrata, a liberális demokrata politikusoknak egy kicsit más az értékrendszerük, egy kicsit lazábban kezelik azokat a morális kódokat, morális szabályokat, amelyeket általában egy keresztény elvek szerint élő, abban nevelkedett politikus magáénak vall. Sokkal könnyebb úgymond a demokrata politikusokat, legalábbis a tapasztalat azt mutatja, finoman fogalmazom, befolyásolni, vagy az ő véleményüket, akár segítségekkel, akár ellenszolgáltatással egy bizonyos irányba terelni, és ezeknek a cégeknek ebben óriási tapasztalatuk van. És az Egyesült Államokban lobbizni nem csak, hogy nem tilos, hanem szinte kötelező, és erre bizony szakmák, iparágak épültek, milliárd dolláros iparágak, és hát természetesen a kisebb ellenállás felé próbálnak mindig elmenni, és ez hosszú távon nézve, ugye legegyszerűbb akkor, hogyha Fehérházban, amit még Fehérháznak hívnak, hogyha politikai korrektséget nézzük most az Egyesült Államokban, a Fehérházban olyan elnökül, aki az ő érdekeiket nézi. Nagyon szépen köszönjük Bende Balázsnak!